Te miért nem alszol? Hallgatom a világ szintet. Én meg ahogy szuszogsz. Idő királya! Mi van? Kérdeztek valamit? Mit akartál kérdezni? Semmi. Kérdezz bátran. De nem haragszol? Nem. Esküszöm, kedvem állandó, és nem változik. A tegnapi rend, az milyen volt? Mi között hozzá? Nem is emlékszel erre. Dehogy nem. Az arc olyan volt, mint a telihold. És a te... Kacagva csodáltam, ékes tompora. Mi volt a neve? Tudja az ördög. És a tegnap előtti? Fekete volt és gömbölyű. Elmondjam, tessem neked a költőet egy kével. Az arca olyan volt... Mint a telihold? Ismerted? Folytasd idő királya. Alakra. De nem írhatom te néked, de megkísérlem. Hajója sötét volt, akár a szánkivetés. Tovább! Derekának karcsúsága elképzelhetetlen volt hátulkor ilyen súlyos halmai kivet, és ezt a pompás segget két csodás tomb tartotta, stb. Stb. Hozzám lépett, magam mosztorítottam. Csókolt, és én csókoltam. Az az éjszaka szíve gyönyörködhető volt. Miként a költő mondja, legüdvösebb örömének, azt te tudtam én. Fültől bukáig a testét, bebolyogott. Összefogódva aludtunk reggelig. Reggel fölkeltem, fogtam azt a hancsát, és elvágtam a nyakát. Mit akarsz? És én? Milyen vagyok? Nincs párod szépségben, gyönyörűségben. Részletesebben. Lágy a beszéded. Termeted olyan, mint a mazsalikomány. Folytasd! Nem, hagyjál! Beszélj rólam! Ha beszél, ajkára friss gyöngy közé terjed. Finom értelme, ne gyűlözöm el. Mi van? Mi baj? Eszembe jutott valami. Mindig gondolkozol, töröd a fejed. Meglettem ott a hangzsát. Ne gondolj arra, messze még elég. Nem sajnálod az idő királya? Ugyan mit? Azt a sok lányt, akinek a fejét levágtad. Ó, se kezed. Ha nem vágtam volna, talán sose találkozom vele. És milyen lesz a holnapi lány? Arca, mint a telihold, keble, mint a gránátalma. Hallgass! Te is csak nyafogni tudsz? Tessék, elrontott ezt az éjszakát. Csókolj meg idő királya. Kérdezhetek valamit? Kérdezz, kérdezz. De esküszöm, hogy nem haragszolnak. Alak. Miért akarsz megölni? Alak, nem akarnak. De levágod a fejem? Persze. Miért vágod le? Úgy kell lennie. Miért? Ósákrezád, te is helyeselni fogsz. Meghallgatod a történetemet. Hallgatod, hogy király. De nem vagy álmos? Nem akarsz aludni? Nos, tudd meg, van egy bátyám, Perzsa Szamarkand királya. Egy nap így szóltam hozzá.
Szeretném eljönni velem vadászni. Ó, öcsém, alatt verje a te konok fejedet. Menj vadászni egyedül, engem hagyd békén. Amikor este hazaértem, láttam, hogy bátyám a visszatért a szín. Arca pirosodott, fedelt, és egy bujakaszitát énekelt. Így szóltam hozzá. Kegyelmes terékem, nincs hasonló kínomhoz, úgy át elvív, majd legyír a szenvedés. Egy drága lányka testét átvettem a holdaséget, hakorholás ér miatt a válaszom, szól majd a képem! Hájj velem, ne 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 ne! Bátyám! Öcsém! Bátyám! Visszatért szemed színe és csillogása, mi történt, mesélj! Öcsém, ami rossz kedvemet illeti, arról szívesen beszélek. De hogy miért ért vissza jó kedvem? Arról ne faggatózz. Jól van, drága bátyám, mitől volt ez rossz kedvem? Szívem bús volt, hogy el kell hagynom országomat. És drága, hűséges feleségem. Elbúcsúztam tőle, ő a nyakamba ugrott. Majd ájultan hanyatlott el. Drága asszony. Ne szólj közben! Na! Kívül jártam már a városon, amikor eszembe jutott, hogy az ajándékodat a palotába hagytam. Így hát visszatértem, és ott találtam a feleségemet. Hol? Az ágyban. Egy fekete rabszolgát ölelt. Nem mond! Mulatságos? Fogd a szád, folytasd! Elsötétült előttem a világ. Ekképp gondolkodtam. Ha ezt teszi, amikor még ki sem tettem a lábam a házból, mire lehet képes még ez a kárhozott? Így hát elővettem a hancsáromat, és egy csapással ketté vágtam őket! Jól tetted! De mesélj, miért jött vissza színed? Mondtam, hogy ne faggatózz. Talán hírt kaptál hazúrról? Milyen hírt? Hogy a feleségem föltámadt és hűséges? Tudom már, bizonyára beleszerettél valamelyik rabszolgálányba. Mondd, melyik és a tiéd? Rossz nyomon jársz, édes öcsém! Ugyan már, tudom, hogy némelyik feleségem milyen pillantásokkal illett téged. Nem kell nekem a te feleséged. Na, hogy melyik nem kell? Egyik se. Mi volt az én feleségeim? Mondtam már, hogy ne faggatózz, te marha! Most már el kell mondanod. Pedig nem mondom el. Jön ki szépen. Ehhez. Szétverem azt a hülye pofádat! Nők miatt! Szóval nők miatt! Melyik nő miatt? Milyen nők miatt? Szóval az úgy volt, édes öcsém, hogy amikor reggel vadászni hívtál, és én nem mentem veled, egész nap gondolkodtam. Egyszer csak kinyílt az ajtó, és kilejtett a kertbe a 20 feleséged. Egyik tündöklő, mint a másik. Arcuk, mint a... Mint a telihold. Na, szóval oda mentek a kúthoz, és levetkőztek. Levetkőztek? Anya szült, pucér mesztel erre. Ekkor berontott 20 szerecse. Derékon kapta egy-egy feleségedet, és kezdődött a húzavona, a nyalakodás, falakodás. Vége hossza nem volt az egésznek, egészen ameddig haza nem értél. Én meg egyéb gondolkoztam. A te bánatod legalább 20-szor olyan súlyos, mint az enyém. Így hát megenyhültem, visszatért a jó kedvem, meggyógyultam! Mondtam, hogy ne faggatózz! Férfiak! Lányok! Férfiak! 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 Mindig túszad keményen! Férfiak! Lányok! Férfiak! Lányok! Férfiak! Csókoljon csak húsz a kérdés! A jövegem! Csak arra kérem! Férfiak! Lányok! Férfiak! Lányok! Férfiak! 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 Orrón és gyönyörre készen! Férfiak! Lányom! Férfiak! Lányom! Férfiak! Tókolj és agúsz a kétel! Férfiak! Halma földében! Férfiak! Lányok! Férfiak! Lányok! Hé, hol rángatsz, te nyok? Kedves, lássuk, hogy van-e más rajtunk kívül, akivel hasonló megesett, mert ha nem, jobb meghalni, mint ha véve maradjunk. Mikor lesz még egyszer ilyen éjszakám?
Azonnal elszöktünk a palotából a titkos kapun keresztül. Egyszer csak egy füstoszlop emelkedett ki a tengerből. Mi felmásztunk rémülten egy fára. Kigázolt a partra egy dzsin, fején egy ládika. Leült, fejéről a ládikát levette, kinyitotta, elővett belőle egy vasszelencét, kiemelt belőle egy lányt. Szép, mint a teli volt. Lányt a tenyerére tette, majd így szólt. Ó, szépség úrnője, vakart a fejem, valódi lány. A lány vakargatta, ásítozott, majd észrevett minket a fán, és intett, hogy szálljunk le. Ha nem jöttök le, fölébresztem. Na most kezdjétek a munkát, fiú. Ó, szépség úrnője, mit csináljunk? Ó, jaj nektek, hát nem tanultátok a kakas mesterséget. Rajta, döföljetek meg jó keményen. Hallottad, bátyám? Tedd, amit parancsolt. Csináld el, te vagy a fiatalabb! Mire való ez a húzakodás? Döntsétek el végre, ki kezdi, mert felébresztem. Férjecskémet. Mikor végeztünk, a lány elővett egy füzet, ami 570. Tudjátok, mik ezek? Egy gyűrű gazdány mindannyian velem háltak, és most adjátok oda ti is a gyűrűtöket. Ez a dzsin elragadott engem lakodalma mély elén. Bezárt ebbe a szelencébe, a szelencét egy ládába tette. Lezárt a hét lakattal és a háborgó tenger mélyébe vetette. De azt nem tudta ez a nagy ostoba dög. Ha egy magamfajta nő akar valamit, semmi az égvilágon nem foghat ki rajta. Mi szépen mondja a költő alkalmi vers mértékben? Sose négy nyugodtan ők felül. Hűségüket mindig gyanakodva lesd. És mi szépen mondja egy másik költő, Alkafit versmértékben. Nem nagyobb bűnöm, mint sem, hogy megszülettem. Úgy van. Bátyámmal nagyon meglepődtünk azon, amit a nő személy mondott. Lám, egy dzsin hatalmas, mégis 570-szer súlyosabb dolog érte, mint minket. Ettől aztán meggyógyult szívünk, lelkünk, hazasiettünk Kiki saját királyságába. Én beléptem a palotába, és nyakát szegtem mind a 20 feleségemnek. Attól a naptól fogva, minden este fogadok magamhoz egy szűzlányt, feltöröm pecsétjét, és egy csodálatos éjszakát töltök el vele. Reggel pedig elvágom a nyakát. Azóta boldogan élek, és nem gyötör a nyugtalanság. Érted már, ó Sehrezád, hogy miért kell meghallod? Értem, és belenyugszom. És nem reszketsz már? Nem húzódol? Ó, nem. Töltsük el gyönyörrel ezt az éjszakát. Azonban féltelek, ó király. Te féltesz? Mitől? Hatalmas vagy. Mindazonáltal tapasztalatlan még. Mit se tudsz a nők ármányosságáról? Félek, hogy bajba kerülsz. Ahogy a jemeni méhész is a veszélybe rohant egy nő miatt. A jemeni méhész? Ó, igen. Mi történt vele? Hát nem tudod. Mondd el, azonnal! Tudd meg, ó király, hogy élt Jemenben egy méhész. A feleségét Fatimának hívták, de a szarzsák becenevet kapta. Azért nevezték így, mert nem csak hogy büdös, de egy festlet kis capka volt. Alakra, nincs más mód. Meg kell szabaduljak az asszonytól. Szegény vagyok, döglenek a méhek. Ki tudja, mikor vehetem magamnak egy új asszonyt? Na, ez éjjel még ketten törtöm a szarzsák Fatimán, de holnap megfogom, leviszem a folyóhoz, belefolytom, és élem világomat.
Az asszony azonban kihallgatta, és árványos csát forrált. Volt egy lánykájuk, szép, mint a telihold. Az asszony megparancsolta neki, hogy éjjel, miután az urának kedvébe tett, menjen be szobájukba, üljön le ágyuk végébe, és mondja. Anyácskám, nem jön álom a szememre. Kérlek, mesélj valamit. Mit? Elmondhatom? Mondd el, mit mesélsz a zsákfaknak? Egyszer élt egy szegény halász, de volt egy felesége. Arca, mint a telihold, melye, mint a gránátalma. Egy napon kivitte a tenger közepire, bedobta az asszony kapálóba. Jött a cet, megkapta. Élt egymagában boldogtalan. Eltett 100 év, meg 1000, de asszonyt nem kapott. Egyszer kimén a partra, a hálót kivetni. Mikor már elég súlyosnak érezte, elkezdte húzni, vonni. Ó, anyácskám, mi szépek a te meséid, mi kellemesek. Fogd be a csőrödet! Hallgass, na! Tehát kiveti a hálót, húzta, vonta. Ez aztán a csodás fogás! Aztán megint csak elkezdte húzni, vonni. Húzni, vonni, húzni, vonni, húzni, vonni. Hát kihúzta. Egy majom volt benne. Halló! Elálló fogú, kifestett szemű, szakadozott fátyol rajta. Pofája, mint a telihold, és vigyorgott. Halakra! Milyen jó, hogy a halakat felcserélt a majmokra! Ó, Ali, hát meg se ismered a te Zulejkádat! Tudd meg, Alek kimentett a cet hagyomrából. Azonban, majommá változtatott. Azonban a sors újra összehozott minket. Na, gyerünk haza, öreg! Főzök neked csisát! Csisát? A halász felkapott egy husángot, és háromszor megcsavarintotta. És mit csinált a husánggal? Ki? A halász. Holnap elmondom. Most azonnal elmondod, mit csinált a husánggal? Velem te nem javáltam magra, azt te kurva pecér! Most azonnal elmondod. Holnap? Szegény méhész, aznap éjjel nem jött állom a szemére. Egész éjjel csak a husángon töprengett. Mégse fogtam bele, azért is meg kell mondania. Másnap félrehívta kislányát. Ide figyelj, bogaram. Miután kedden töltöm anyádom, de bejössz a szobába, leülsz az ágy végébe, és azt mondod. Anyácskám, nem jön állom a szememre. Kérlek, mesélj el, hogyan volt a halász, a majommal, meg abban a rohadt húsággal. Csisát! A halász felkapott egy husángot és háromszor megcsavarintotta. Ó, kedvesem, vesd ki harmadszor is a hálódát, ha engedelmeskedsz, ilyen lesz a kokozója meggazdagodásodnak. Hallom és engedelmeskedem. Harmadszor is kivetette, a majom pedig eliszkolt a dombok felé. Amikor elkezdte húzni a hálót, hát egy palackot talált benne. Allakra, ez tök jó! Ma nem megyek kosmába, hanem itt helyben leiszom magam! Kinyitottam palackot, füst gomolygott elő belőle, sűrű, sötét, fekete füst, és egy női gulát össze belőle. A feje a felhőt verte, a lába a földbe mélyett. Letért el a halász előtt. Halász a gul előtt? Nem, a gul a halász előtt. Mit tornászik az a penész virág előtt? Hallgass! Ó, oh, te démon! Hogy csöpentél ebbe a palackba? Örömhírt mondok neked, ó, halász! Ejha! Miféle örömhírt? Kíván az bármi halál, nem? Mit parancsolsz? Széjjel tépjelek? Ne! Agyon tapossalak! Aztapán! A tengerbe folytsalak! Ne! Ez aztán az örömhírt, a szépséges dáma! Mégis mi a vétkem, hogy ezt a csodás jutalmat érdemlem? Ó, halász!
elmondok neked egy történetet, miképpen magad is megérteted. Aha, csupa fül vagyok. Tudd meg, ó halász, hogy én karomnak legszebbike vagyok. Szép, gyönyörűséges. Aha, ne is folytasd, azt hiszed, vak vagyok? Egy este a démonok királya ecsetelni kezdte szépségemet. Alakja lenge, csúcsos a keble, bársonyos orcájú. Derékban vékony, csípőben súlyos, termetem sudárabb, mint a zsenge vesző. Nem hiába dicsér a költő. Alakra le is folytasd, hangot fűsüketítő. Egy szóval leírásom oly tökéletesre sikerült. Hogy a démonok királya egy csapásra bennünk szeretett. Légy a feleségem! Én toporzékoltam, szikrázott a szemem! Nem megyek hozzá egy varangyos békához! A démon összeszedte a férfiakat, édes fiúkat, aggastyánokat, és a szárnyas, négylábú, csúszómászó vadállatokat, a hímfarkast, a hímoroszent, a hímtigrist, a saskesejű kakast, a rinocéros csődört és a kambiperákat. De én sem voltam rest! Összeszedtem 600 ezer nősténytigrist, oroszlánt, cukafarkast, saskesejű tyúkat, rinocérosz kancát és a hölgyviperákat. Csatlakozott hozzánk ezernyi gúl és a férfievő női démonok. És aztán? A démon felszállt a varázsszőnyegen, megparancsolta a madaraknak, hogy csípkedjék a nők szemét. A fenevadaknak pedig megparancsolta, hogy tépjék szét az ellenség hadikancáit. Halljuk és engedelmeskedünk! Megindult a sereg! Ó, mintha ma lett volna. Hencegni akartam a lányok előtt. Majd én marha így szóltam. Maradjatok a helyeteken! Majd én egymagam kiállok és viadalra hívom ezt a kutyát! A démon előre tört, megragadott és beledugott ebbe a palacba. Hát ez nagyszerű. 100 évet töltöttem a palacban, miközben azt mondtam magamnak. Aki megszabadít, bárki légyen is gazdaggá teszem. Majd újabb 100 év telt el, és azt mondtam. Aki megszabadít, néki adom a világ összes kincsét. 400 esztendő telt el, és azt mondtam. Aki megszabadít, ahhoz feleségül megyek, és neki adom a csillagokat. Elmúlt 1000 év, és szörnyű haragra gerjedtem. Egy órával azelőtt, hogy kialáztál, megfogadtam, hogy aki megszabadít, azt megölöm! Ne! Megeszem! Csontjait szétszórom! Tennékét elámkozom! Ne! Allakra bámulatosan nem máskor öltem kiszabarításodra, hanem éppen most! Érted már, óhalász, hogy miért kell jutalmul megtenni? Tökéletesen értem. Lehet a kérdésem? Fogd rövidre! De... nem haragszol meg? Nem kérdezz bátran! Inkább nem, inkább tapos, völgy, szét, minden. Jaj! Mit akartál kérdezni? Már nem fontos. Parancsolom, hogy kérdezd meg! Hallom és engedelmeskedem. Na ide hallgass te. Te nőstény. Te budjan, bor! Te nőstény ecet! Hát hülyének nézel te engem? Azt akarod nekem bemesélni, hogy ebben a palacban legyögtél 2000 esztendeig, mi? Nem is! Se a kezed, se a lábad, sőt még az én férfi szerszámom se férne bele! Nem hiszed, hogy a palacban voltam? Nem hiszed! Bámulj és tőled ki a szemed, te itt vagy, féred! Hűha! Mikor a gúl bekebelezni készült áldozatát, akkor bekebelzi készült áldozatát, hát a halál sem volt rást. He! Figyelsz fel egyáltalán! Tessék? Mit mondtam? Hogy... Hol tartott a fejed, de hit vagy féled? Ó, anyácskám, a gúl megrázkódott, füsté változott és beáramlott a palacba. De a halál sem volt rást. Mit tett a halász, anyácskám? Azem! Mit csinált a halász? Nos, a halál. Felkapta a dugót és bedugaszolta? Mi? Engedj ki, engedj ki! Hogy megölj? Csak néfáltam! Hazudsz te! Azt vagyok legosványom, Bika! Hová viszel? A vízbe! De! Be akarsz dobni a tengerbe! Eltaláltad! Ó, édesem! Engedj
éjszakra, ez aztán a csábító ajánlat. Hallod, hallod, halász! Ha én galád voltam, lételeles lelkű! Ne így úgy velem, miképpen umálhat a Nátikával! Mit a dumál Mátikával? Ez nem a mesélés idő, amikor én be vagyok zárva egy palacba! Mit a dumáma? Elmondom! Emezd ki egy kicsit! Aj, te lottyad dög! Azt hiszem, bedülök eféle cselnek! Ha rajtam múlik, soha büdös életben nem fogom megtudni, mit tett Tumá Mátikával! Bátor, vett a virágot. Tessék, édes uram! Mit tett Tumá Mátikával? Holnap elmondom. Most kell megmondanod! Ha nem mondod el, te szarzsák, én leviszlek a folyóra. Jó, vigyél. Mit tett Umáma? Hallak verre ki a fogadat, te rohadt banya. Ki a rohadt banya? Te aljas. Te kurva pecér! Megfutalak, mit tett hova viszed azt a gyereket? Aludj, édes uram! Majd holnap elmondom! Így hát a méhész más nem se vitte le a szarzsák patinát. Pedig de szívesen megfojtotta volna. Azért is meg kell tudni. És megtudta? Megtudta bizony. Azonban ez a Fatima, ez az ármányos nőszemély másnap éjjel megint úgy forgatta, csavarta a mesét, hogy mikor a szegény méhész azt hitte, na végre, itt a vége. Együtt élnek örömben, boldogságban, evésben, ivásban, akkor váratlanul mindig megjelent egy szép lány, vagy betoppant egy áruhás kalifa. És mikor a méhész földcsigázva felült az ágyon, és reszketve várta a folytatást, az asszony elhallgatott, és azt mondta, majd holnap! Majd holnap. Ez így ment egy héten keresztül, egy hónapon, egy éven keresztül. Szegény méhész teljesen megöregedett. Végül ott feküdt a halálos ágyon. Ó, Fátimám, mikor mondom már végre, hogy... Majd holnap! Majd holnap! Nincs holnap. Nincs holnap. De még 30 éven keresztül haldoklok, mert a kíváncsiságtól meghalni sem bír. Majd holnap meghalok. Megtudom a végét. Majd egy nagy sóhajjal kilehelte a lelki, vagy ahogy a költő mondja. Itt a vége. Kussági. Így járt a jemeni méhész. Ó, idő királya! Figyeltél egyáltalán? Ó, Sekreszát. Igen. Mit tett Umá Mátikával? Holnap elmondom. Neked nincs holnap, Sekreszát. Akkor keres valakit, aki elmondja neked. Te fogod elmondani. Én ugyan nem. Miért nem? Majd belátod, és helyeselni fogod. Hová mész? Itt a reggel. Kap föl a hangzát. Ó, idő királya. Nem mondod el? Nem. Holnap. Hallom és engedelmeskedek. Hölgyeim és uraim, megnyílt a bagdadi piac! Tessék, vessék, vegyék, vigyék! Lányok, egy asztalon! Ilyet még nem láttam, hölgyeim és uraim! A vadász igaz gyöngyeit hozta meg önöknek! Olyan csodás lányok! Egy volt van az égen, de nálam! Most már inkább vedd le róla a fákat! Drága uram, erre a lányra nem csak hogy kell várni, szabad, sőt, lehet! Olyan lány, ilyet még nem látod! A szeme zöld, nappal mégis kék, sőt, sárga! Amilyet csak akar! 200 dinár! 200-200-at hallok, 200 a vadász igaz gyöngyér! Mennyit adnak? 500 dinár! 500 a szokállos nőtől, ki a többet? 800 dinár a kalapos úrtól, hihetetlen! 1000 dinár! 1000 dinár! Ennyiért még nem adtak el lányt bagdadi piacon, hölgyeim és uraim! Hogy hívják? Átika? De van egy kikötés. Ez a nő,
Megmentette az életemet a közös hajóútunkon. Ugye, Markus? Ezért megígértem neki, hogy csak olyan férfinak adom, aki számára is kedvező. Tubicám? Gyere ide, cica bogara! Melyik az? Az a szakállasa. Jó, azt vagy bolond vagy, vagy az elmét hibát. Azt hitted, hogy ránézek egy ilyen undorító vénységre, egy ilyen ábolatlan dögre? Kérem azt a kurvát! Én nyertem meg az árverést! Gyere, Attika, drágám, lehet ebből még első látásra szerelem, csak újra kell próbálni! Mint egy pesvény, látom magam előtt, csodás! Szerettem, mondasz! Te, te legalj, Alkusz! Te kutya! Ide mersz hozni egy ilyen ribancot? Aki szégyenbe hoz a többi kereskedő előtt! Alkusz, bocsáss meg! Attika, drágám! Engem itt megköveznek, te miatt? Gyere, Holdi! Gyere, kövösünk, gyere! Belefolytalak a folyóba! Gyere, szépen! Ó, és az az ifjú? Melyik? Az a szép szemű, piros posgás arcú. Megint gondolódik. Szép formájú. Ő miért nem is után? Uram, hogy lehet az, hogy ott volt a sok kereskedő között, és mégsem szólalt meg? Talán nincs pénze? Van nekem töménytelen. Miért nem tudom? Hügyen. Meg hinne. Messze. Alkusz, eladtam magam egy szemfügér! Adod vissza! Szemfügér! Persze! Mi van, nem érek egy fügér? Most már tévoly újtál! Köszönjük! Drága atyám, miért rejálom! Köszönjük! Rohadt kecsességemet! Arcom miért olyan, mint a teli hold? Szépségem egyszer volt, töké! Hazudni szépségem, felére térbe! Ha, mit bánom én? Eleget olvastam én a nők ármányosságáról! Akkor mit keresel itt? Miért jöttél el a piacra? Amúgy, épp nők elől menekülök. Sikátorról sikátorra bujkáltam, amikor egyszer csak körbevett a tömeg, és elkezdtek rád alkudozni. Takarodj! Menj innen! Hogy hívnak? Umáma. És téged, Urma? Mi között hozzá? Hát így bántal Umáma Attikával. Mi bajod? Az a lány. Ó, haja, mint a számkivetés. Mellei, mint két gránátalma. Arca tündökletes, mint a nem tudom. Ó, te a szerelem rabja vagy. Ki más lenne ő, mint Attika. Attika? Nos, bejáratos vagyok hozzájuk. De a közelébe se férkőzhetsz, csak kis általam. Adj 100 dinárt és mindent elintézek. Örvendez! Örvendez, ifjú! Örvendez! Mi az ördög? Megdöglök? Ne hajj meg, figyelj inkább rám! Örvendezen szíved, megnyerted a lányt! Ezt üzente! Ildomos lenne fogadni egy borbét! Egy borbét? Kerítek neked egyet! Ó, Sehrezád, miért ciszeksz, mint a kígyó? Tám megnémultál? Miért nem folytatod? Fiú fölkelt az ágyról.
csont és bőr. A teste tűzik fel át. Visszazuhant. Úgy érezte szétszakad a teste. Miért? Mert a váratlan boldogság úgy tört rá, mint egy át. Szekrényhez ruhant, rohant. Magára kapott egy ruhát, vöröset, nőstény bolondítót. Bűvösen billegett, mintha már ott állt volna egy lépésnyire a lánytól. Jaj! Mi az? Ketté tépte a ruhát, fölvett egy másikat, ketté tépte azt is, letépte, megtaposta. De miért? Mert a szekrény mélyén megpillantotta. Micsodát? A harmadik ruhát. Színe aranysárga. És aztán? Azt is ketté tépte az a barom? Hagyj! Miért nem folytatod? Okádnom kell. Kopogtam! Jó, de aztán folytatod? Kopogtam! Te vagy a Borbé? Ön umáma? Igen? Én vagyok a Borbé. Nagyszerű, akkor lássa hozzám! Somány vagy. Színed. Efe sárga. Arcod. Beesett. Örvendez, uram. Eljött gyógyulásod. Tudod-e, mi van ma? Mi van? Péntek. Persze, péntek. Tudd meg, hogy a mai nap a Mars csillagzata alatt áll. És ez még semmi. A Mars egybeesik a Merkurral. Jó, de ez mit jelent? Nem tudod. Fogalmam sincs. Kes érdekes. Akkor elkezdem. Na végre. Mindazonáltal, ha tudnád, hogy mi vár rád, bele se kezdenél a mai napba. Mindazonáltal, tudod, kissé szószátyár vagy. Csupán azért hívtalak, hogy rendbe hozd a pofámat. Mindazonáltal a sors megajándékozott téged egy bordéllyal, aki csillagász. Alkimista. Szabad kőműve. Könyveket kötök és nyomtatok. Egyszerre. És nem utolsó sorban böllér is vagyok. Rejtvényeket fejtek meg, problémákat oldok meg. De hova mész? Keresek egy borbét magamnak. Tudod-e, hogy miért hívnak engem hallgatagnak a szószátjárnak? Valószínűleg azért, mert hallgatag lennél is szószátjár. Pontosan. És ha nem lennék hallgatag és szószátjár, akkor nem történt volna velem az, ami... Tudod egyáltalán, mi történt velem? Nem! Elmeséljem! Nem akarom hallani! Tessék, 10 dinár, csak menj végre! Menjek! Menj el! Mindenképpen szolgáltatra kell lennem! Te takarodj! Aj, hát én értelmes embernek gondoltalak, de hát megbolondít téged ez a betegség! Tudod, mit mondanak arra az ember, aki nem hallgat a bölcs szóra? Ó, Allak, őstjék, veszelje, álljon már beléd! Ha itt maradt, legalább borotválj meg! Úgy látom, te sietsz. Igen! Féltelek, testvérem! A sietség a sátántól való! A vendégségbe mennék egyik barátomhoz! Szóval ezért sietsz? Ezért! Szóval máshol költöd el vacsorádat? Máshol! Áldott legyen a te vacsorád! Én is áthívtam néhány ismerősömet egy vacsorára! Akkor sietsz haza hozzájuk! Van egy ötletem! Ide hívom a cimboráimat, és akkor neked se kell elmenni máshova. Elrigy a barátaidhoz, engem pedig hagyj elmennem a saját barátaimhoz. Egy nő személlyel van találkád. Hadd nézzelek. Arcod.
finoman szólva is diszharmonikus. Szemed mélyes, süpped üregébe. Nyakad sárga, mint a félig megért mangó. Állkapcsolt inog, mint hallak férfiassága. Semmi kétség. Jaj neked. Mi? Te a szerelem megszállott rabja vagy. Most meg mit ránkodsz? Miközözlek ahhoz a fához, és eleszlágok rajtad. De miért? Mert fiatal vagy, és tapasztalattam. Fogalmas nincs a nők ármányosságáról. De hát világéletemben gyűlöltem a nőket! Akkor hogy kerültél ebbe a szituációba? Megláttam... Semmit! Elvesztettem az eszméletemet. Ó, szerencsét. Amikor magamhoz tértem... Megláttad a Vénusz. Honnan tudod? Állak, irgalmazzon. Szerencsére Állának ide dobott téged a lábam elé. A testvérem, te is a barátaim sorsára akarsz jutni? Igen, a sorsukra akarok jutni. Ez hülye. Tudod egyáltalán, hogy mi történt a barátaimmal? A nőnek megvehetsz bármit. Tudod, mégis pénz, mindig pénz, meg. Csak játszik, hogy a pénzbe. Azóta nem ettem meleg. A pénzedet akarja. Megküzdjük, hogy a pénzbe. Öt év után. Igen, pisíren is. Öt év után. Be akar ülni a pénzbét be. Ez kell. Meg kell vinni a laptopot. Meg kell kicsolni a sorikat. És el akarja. Nem szállítanak az egészség. A kaja mire? Egyáltalán nem. Untat, locsok, pecsek, gyilkol! És hol van mindez attól, ha holnap, amit holnap mesélek? Ha le nem vágod a fejed! Marhaságokat beszélsz! Hol lesz nekem, hol leszek én holnap? Elmondjam, mit tesz Tumába a lányom! Hadd halljam! Elmondom holnap, ha nem vagy elmond. Ha! Halát nem vágod át úgy, mint engem? Dehogy is nem! Ölel magam! Ó, Sehrezád! Ha megélem a holnapot... Igen? Felkelek, kinyújtózom. Fogom azt a hangyát és hús. Itt a vége. Jó éjszakát! Jó éjszakát!
Köszönjük szépen!